Most, hogy ilyen hazafias kormányunk van, aminek lássuk be, legfőbb ideje volt, miután időtlen idő volt, nem volt neki ilyen, felmerült a szükséglete egy megfelelően hazafias dalnak is. Én úgy láttam, hogy egy ilyen fájdalmasan hiányzik. Persze az igaz, hogy van egy egészen rendes himnuszunk, de hát az nem lelkesítene engem. Könyörgéssel kezdődik, és onnan megy egyenest lefelé. Vérözöd lábainál, s lángtenger fölötte! Ez nem az igazán. Ezek annak idején az olasz. Micsoda óriási dal volt az. Giovinezza, Giovinezza, Primavera di bellezza. Micsoda lelkesedés, micsoda ellenállhatatlan halandzsa. Ez kell nekünk. Csoda-e, hogy boldogan masíroztak a Abesziniában. Annak idején, hogy ennek a dalnak az akkordjaira veresség megmondott. Igaz, nem vitték semmire, de legalább egy jó énekel. Mint a franciák is, ki ne emlékezni a Marseillaise-re. Ki tudná elfelejteni? Azaz, nyomás haza atyám fiai, Mr. Jour de Gloire megérkezett. Az pedig, hogy hazám szét olyan, formé bátajam, valóságos életerő átültetés, fegyverbe polgártárs, alakíts csapatot! Erre még a halott is hoppákba várta magát, és felsorakozott a támadáshoz. Nálunk erre még várni kell. Ami nekünk van ebben a műfajban, az az Eden úton. Az Eden úton? Tetszik, hogy nem. Eden a rumodán fent lesz égen, hazafelé szállogat. Főleg nem, ha a cigányok játszák. A cigányokkal baj van. De miért éppen a cigányokkal? A kun talán nem betolakodó. Mit keresnek itt a jászok? Csak nem gyarmatosítani jöttek, ami pedig a hajdukat illeti, nem hagyjuk magunkat. Az a nyavajás 400 év, amióta itt vannak, semmire nem jogosítja őket. Nem tudom, hogyha ezektől, meg a slávoktól, meg a zsidóktól megszabadulunk, ki fogja leoltani a világ. De nem érdekes? A tisztaság és romlatlanság nevében mi a dicsőség fényében masírozunk, mert végre nekünk is, magyaroknak megvan a magunk felbecsülhetetlenül lelkesítő és hazafias dala. Igaz? Hogy ez mindenki bosszantani fog. De hát ez a célja, nem? Reméljük is, hogy bosszantani fogja őket. Különben hiába fáradt. Következzék tehát a hazafias őzöngés himnusza. Ez alkalmasít, ez így kéne, hogy szóljon. A hazafias őzöngés himnusza. Sőt, még inkább a hazafias közölés, himnusza. Gondosan kalkulálva, lehetőleg mindenkit megsértsen. A magyar a legnöbbet ér, egy vasat nem adnék a többiekért. A szerénységet az világért, a legrohadtabb népek a körül.
környékünkön. Sajnos függünk az ellenségünkön. Ha megnézel a Szerb, Román vagy Moszkvát, meglátod, hogy mi savanyú pofán. Prosím, daj te furié! A szlovák, mint durva, mi jól tudjuk azt, csontos és szőke és lusta a paraszt, eszi azt rakacskát, na hosszabb ő, messzire látni, hogy ő nem menő. A magyar a legtöbbet ő, egy vasat nem adnék a többére él. Látszám a termjárászban! A román, mint tudjuk, kritikán alulé, legjobb barátja a szőrös fulé. Bocskort visel és eszi a máli, és mindenért okolja a szeguritáti. A magyar, mint nemes, a magyar, mint szép, a dupláját éli, mint a többi rendjén. Ha minte uzli, boly, piszkolj! A szerb, mint koromba és tisztálta van, és kicsi és sötét, harcol még utalan, fegyvert visel és fújja a rezes bandát. Énekel túl gyakran, túl hamisan, és hamisan. Ha távolom megyünk, az se nagy galán, a francia, a spanyol, a német vagy holland. A német, mint német, az orosz vörös, a görög és olasz foghagymától büdös. A magyar erkölcsös, a magyar mindjárt, okos és szerény, csak félre ismer. És a világon körben egyforma mind, csalnak a játékban alkalmas, a bíróval vitázik, úgy jobb, ha nyer. Előre gyakorol, úgy könnyen megdől. A magyar, legjobb, hát emeld a magyart és a többi megdól. Néhányan tár, ausztrálok, ázsiai és afrikák, amerikaiak szintén bármerre kutass, mindegy, hogy milyen szép, vallás vagy rossz. A magyar a legtöbbet ér, egy vasat nem adnék a többiekért. Nem az, hogy gondoszom, arról nincs szó. Tudják, hogy külföldiek, az a borzasztó. Mert a magyar a legjobb a nemzet büszkén, és a nemzet világa. Tamás, 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 és én. Thank you.